Fura a hangom. Miért van orrhangom? Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban másfél év után beszélek a képzésemről. Egyetemi képzésemről. Igazából nem terveztem külön erről így beszélni, meg az összes erre vonatkozó kérdés szerintem így trükkösen kikerültem valami nagyon egyszerű, rövid válaszokkal, ami nem teljesen tudok megmagyarázni miért, egyszerűen csak nem akartam az egyetemről beszélni, ennek lehet, hogy de lehet, tudom miért nem. Mindegy, szóval tegnap konkrétan így random befészkelte magát az ötlet a fejembe, hogy én most akarok csinálni egy videót így másfél évnyi egyetemezés után arról, hogy hogy is néz ki ez az informatikus könyvtáros képzés. Úgyhogy most ezt fogom csinálni, mert nem hagy a gondolat nyugodni, úgyhogy ki kell adni magamból. Jó, nem tudom, hogy az, hogy fog a végére kinézni egyébként, mert nem egy ilyen, jó, nyilván felhúztam a szegedes pulcsimat, de nem egy ilyen STL propagandának szánom ezt a videót, csak úgy simán kb. El akarom mondani nagyjából, amit gyanítom, hogy általánosítható az infokönyvtár szakra jelenleg, meg amit én tudok így másfél évnyi egyetem után róla, mert amúgy amikor annó én elkezdtem erre járni, akkor körülbelül ugye az, annyit tudtam, hogy oké, könyvtáros, gyanítom, valami könyvtáros kapcsolódása lesz a dolognak. Aztán majd meglátjuk. Szerintem két részre bontom ezt a videót. Első részben azt fogom elmagyarázni, hogy miért is járok infokönyvtárra, vagy miért ezt választottam, és miért oda, ahova. A második részében, vagy második felében meg elmondom, hogy akkor hogy is néz ez jelenleg ki, ahogy én el tudom ezt magyarázni. És majd lesznek lent ilyen kis timestampek a leírásba szerintem, hogy mindenki ahhoz a részhez tudjon menni, amelyik érdekli. Miért mentem én informatikus könyvtáros szakra? Kezdjük a legelején. Én alapjáraton nagyon reménykedtem benne, hogy vagy hát nem azt, hogy nagyon reménykedtem benne, de így kicsit úgy bennem volt, hogy amúgy nem akarok nagyon elmenni egyetemre, én alapból nem laktam soha máshol, én mindig is itthon laktam, kisvárosban, és az, hogy én elmegyek egyetemre, nagyvárosba, egyedül, idegen környezetbe, az így elképzelhetetlen volt számomra. De hát az nem jött össze, mert én gondoltam, hogy majd mire oda jutok, hogy egyetem, addigra majd bestseller szerző leszek a kis világ hátam mögötti kúriában az erdő közepén, és nem kell ilyenekre gondolnom. Nem jött össze még. Úgyhogy egyetemre járok ehelyett. Alapvetően nekem azzal volt a problémám, amikor, hogy na, oké, egyetem, de milyen szak, mert valamit kéne választani, hogy a legtöbb, amiről itt tudtam, hogy létezik, az olyan volt, hogy nem érdekelt. És nálam az a probléma, hogyha nem érdekel, akkor rövidesen azt mondom, hogy hagyom. Nem fogok azért szenvedni, hogy tanuljak meg. Nem tudom, hogy a végén legyen 3/5 per több év után egy diplomám, amit amúgy rühellek, tehát hogy ez nálam nem feküdt ez a dolog. Nyilván, amikor én megszerettem az olvasást, akkor gondoltam, hogy na valami könyves irányba kéne terelődni, mert úgy még az volt az, ami úgy minimális mértékben érdekelt, úgyhogy ott talán akkora mellélövést nem csinálhattam, de hát nyilván 18 évesen az ember az, hogy eldöntse, hogy mit tanuljon, és akkor majd ő azt csinálja élete végéig, az elég lehetetlen elképzelés, kivéve, hogyha valaki úgy születik meg, hogy ő tudja, hogy nem tudom, állatorvos akar lenni. Én is akartam, aztán rájöttem, hogy az nem csak állatok simogatásából áll, és így lemondtam róla. Én tudom, hogy mindenki engem azzal nyagatott, hogy de magyar szakra menjek, vagy tanárira, vagy magyar tanárira, magyar szakra. Mert hogy írok, meg olvas, esélyizé. És én azt azért utasítottam el mindig alapból élből, mert nem érdekelnek a könyvelemzések, meg a verselemzések. Aki ezt szereti csinálni, meg érdekli, annak tök jó a magyar szak. Úgyhogy igen, ez valahogy mindig megütköztette az embereket, amikor így már kitaláltam, hogy akkor infokönyvtárra megyek, és így mindig mondtam, hogy nem megyek magyar szakra, meg semmi olyanra, és így, de hát miért nem? A másik az volt, hogy mert nem megyek, nem tudom, nagyobb ponthatárú szakra, mert meglettek volna a pontjaim gyakorlatilag bármihez, és ez most nem a hú de okos vagyok része, hanem csak itt tény, hogy én egy 290 pontos ponthatáros szakra mentem, dupla annyi ponttal kb. Nem dupla annyi van, mert annyi pontom nem lett, de hogy sok pontom volt, tehát gyakorlatilag megvolt az a választási lehetőségem, hogy bárhova mehetnék szinte, amire csak szeretnék, mert nem kellett volna amiatt aggódnom, hogy nincsenek meg a pontjaim. Viszont a magasabb ponthatárú helyek nem érdekeltek, úgyhogy. De így legalább simán már voltam a 290 pontos informatikus könyvtáros szakon. Azt hiszem legalábbis 290 pár pont volt a határ, szerintem. Én úgy emlékszem, de
Soha nem izgultam azon, hogy oda bekerüljek, mert tudtam, hogy annyi pontom meg lesz, hogy oda simán. Egyébként nem emlékszem, hogy, de egyszer csak így keresztül botlottam ezen, hogy van ilyen egy informatikus könyvtáros, és ahogy így nézegettem a leírásokat, arra jutottam, hogy ez még minimálisan lenne érdekel. Próbáljuk meg. Nyilván ugye akkor jártam nyílt napokon, meg ott ugye nagyjából elmondták azt, hogy ez mi. Amit ott megtudtam, az nem feltétlen úgy csapódott le konkrét órákban, mint ahogy én azt gondoltam volna, de hát nyilván valahogy meg kell tanítani azt, hogy lesz könyvtáros az ember. És ez az ok szerintem, amiért én eddig nem csaptam bele egy ilyen videóba, az volt, hogy az első fél évenben én rüheltem az egész egyetemre járást. Tehát, hogy én nagyon... Nagyon kivoltam attól, hogy én kilettem a kis családi fészkemből szakítva, és el lettem dobva Szegedre. Nagyvárosban egyedül, éld túl, csinálj magaddal valamit. Az nekem így életem egyik legnagyobb sokja volt szerintem ebből a szempontból. Tehát, hogy az... Abba bele kellett rázódni, ehhez kellett egy egész fél év körülbelül, meg az, hogy egy csomó emberrel összebarátkozzak egyetemen, akik csoporttársak. És nélkülük egyébként nem ment volna, mert akkor tök egyedül ez nem ment volna nekem, tehát így kellettek barátok. És az volt a poén, hogy második fél év elején már úgy voltam, hogy egész jó az egyetem, aztán hazaküldtek, hogy Covid van és itthonról tanulj, na az megint olyan volt, hogy végre egy kicsit lennék valahol máshol, és megszoktam is hazaküldenek. És már itt vagyok másfél év egyetem után, és még mindig többet voltam online képzésben, mint nem onlineban, úgyhogy ez már... Tehát mindjárt végzek, és kb. Addig jártam rendesen egyetemre, úgyhogy ez szomorú és sajnálom, főleg, hogy most már járnék egyetemre, mert most már megszerettem. Az meg, hogy miért pont Szegeden vagyok, az meg konkrétan csak azért van, mert elmentem Pestre is nyílt napra, elmentem Szegedre is nyílt napra, és alapból Pest elég ingatozó lábakon átadott az ELTE, mert azért mentem el nyílt napra, hogy megnézzem, hogy a környezet, a város és a hely mennyire tetszik, és ott Szeged nyert, pedig arra sokkal rosszabb a tömegközlekedés, mint Pestre, de hát mindegy, Szeged kisebb, nagyobb város. Mármint, hogy ahhoz képest én kisvárosban élek, és abból Pestre átmenni, az nekem instant halál lett volna, és instant halál volt így is Szegedre beszabadulni, de kisebb instant halál volt, és valamennyivel nekem barátságosabb az egész város, szóval én azért oda mentem, mert a környezet ott úgy jobbnak érződött számomra. Nekem Szeged volt, de hát nyilván ezt mindenki magának tudja eldönteni, hogy melyik hely a szimpatikus. Szerintem nagyjából ez az, ami ilyen publikus információ erről az egész szituációról, hogy én hogy kerültem informatikus könyvtáros szakra. Oké, akkor térjünk rá arra, hogy is néz ki ez az úgymond informatikus könyvtáros szak. Vagy hát mit akar ez? Na és nyilván, hogyha azt mondom, hogy informatikus könyvtáros, az emberek két dolgot hallanak meg ebből, de különítve két külön dolgot. Tehát meghallják azt, hogy informatikus, meghallják azt, hogy könyvtáros. A könyvtáros részénél nyilván arra asszociálnak, ami az, hogy könyvtáros, tehát, hogy ülsz a könyvtárban és néha kiadsz könyveket, meg ilyenek. Én sztereotipikusan gondoltam. Az informatikus részére meg nagyon azt gondolják néha, hogy ilyen echte informatikus, meg nem tudják teljesen összeegyeztetni a két fogalmat, na most ezt igazából én sem tudtam, hogy fog kinézni gyakorlatban. Alapvetően könyvtáros szak, de mivel egy digitális világban élünk már, tehát hogy nagyon sok digitális eszköz van, a könyvtárban is vannak digitális eszközök, szóval elkerülhetetlen, hogy valamennyire érts informatikához. A könyvtárban is például a könyvtári katalógusok már általában valamilyen elektronikus formában vannak, szóval valamennyire értened kell az elektronikus eszközhöz, hogy kiszed. Na most ez egy nagyon lebutítva volt mondva. Az a helyzet, hogy arról a részéről egyébként az a legjobb ebben az egész hazaküldtünk titeket, mert Covid van és nem lehettek egyetemen, hogy engem konkrétan pont azon a héten lettem volna könyvtári gyakorlaton, az első könyvtári gyakorlatomon, amikor hazaküldtek minket egyetemről. Tehát ez úgy nézett ki, hogy én vasárnap este visszamentem Szegedre, és körülbelül egy órára rá, hogy odaértem, küldték az e-mailt, hogy nem kell hétfőn megjelennem gyakorlaton, aztán hétfőn mondták, hogy akkor ki is leszünk telepítve. Kicsit sem voltam ettől ideges, főleg, hogy utolsó előtti körben lettem volna gyakorlaton. Tehát én egész fél évben azért imádkoztam, hogy csak azután zárják be az egész kódszerát, hogy én letudtam 80 órányi gyakorlatot a 300-amból, ami kell. Nem, az orrom előtt így becsukták, hogy nem mész gyakorlatra, szóval. Szóval konkrétan az a baj, hogy tök jó lenne, hogyha tudnék mondani valamit a gyakorlatomról, meg hogy az milyen volt. De annyit tudok a gyakorlatról, amit a csoporttársaim elmondtak, az meg nem.
az meg nyilván nem ugyanolyan, úgyhogy konkrét dolgokat nem tudok elmondani könyvtárban. Mit csináltam volna, mert nem tudom, mert nem tudtam eljutni gyakorlatra. És nem tudom, hogy fog ez megoldódni, de hát jól van. Na és akkor, hogy milyen órái vannak egy könyvtáros szakos hallgatónak, és azok mit takarnak. Amilyen első két fél éves óra, azok ilyen tényleg nagyon alapok. Tehát például ott van az egyik a dokumentum leírás, ami olyan, hogy az kell, mert hogyha könyvtárban dolgozol, akkor ott van egy olyan része ennek az egész könyvtárnak, hogy a könyveket, amik ott vannak, azokat be kell vinni a katalógusba. Ennek külön van módszere, rendszere, és mikor először oda kerülsz a dokumentum leírás órára, és a tanár elmondja, hogy mit fogtok csinálni, akkor így ülsz, pislogsz, és elgondolkozol az életben hozott döntéseiden. De ránézésre bonyolultabb az egész egyébként, mint ahogy tényleg. Először egyébként is meg kell tanulni ezt az egész nyelvezetet, amin a könyvtári katalogizálás megy. Próbálok nem mindenkit elrendetni most ettől. Tehát, hogy van egy rendszer, és annak megvannak a szabályai, és az alapján tudja az a rendszer, amikor te keresel valamit a katalógusban, hogy mit dobjon ki, és ezt úgy kell bevinni, ezt meg kell tanulni, ezt igazából nem lehet kikerülni, mert ez a fajta rendszer van. Igen, ebben a dokumentum leírásos körben van például csodálatos ETO táblázat használata, ami a szakkönyvekhez társít fogalmakat számsorok alapján. Borzasztó csúnyán néz ki, és szörnyet, tényleg. És néha egy cím alapján, amikor meg kell keresned, hogy mi lett az etója, az elég tükkös. De rosszabbul néz ki, mint amilyen tényleg. Elhihetitek nekem. A másik ilyen, az pedig a katalogizáló rendszerben a márkjelzeteknek a megtanulása, és hogy melyikben mi van, és mit lehet használni. Azok is ilyen különböző háromjegyű számsorok, amikhez társulnak a mezők, és azokon belül az almezők, és odaírod be a könyvnek az adatait. Ilyen például, hogy van a 245-ös mező, amiben beírod a könyv címét, aztán a szerzőt, de mindegyiknek megvan, hogy kell elválasztani. Egyébként egész jó, nem olyan borzasztó, miután már rájön az ember, hogy hogyan kell csinálni. A másik ilyen alap tantárgyunk nekünk az az íráskönyv és sajtótörténet, ami gyakorlatilag úgy a nullától viszi végig magát ezt az íráskönyv és sajtótörténetet a mai napig. Első fél évben ilyen kódexek, papíruszok, meg az a szerzetes rendek, ilyenekről volt szó, ami kvázi egy magyar óra keretében is 9-ben van. Aztán előző fél évben ilyen 18. századi, 19 ele, inkább 18. 17-18 körül voltunk. Akkor nagyon átmentünk ilyen magyar törés részlegbe, hogy ilyen főúri könyvtárak, papi könyvtárak, ilyesmikről volt le inkább szó. Most ebben a fél évben pedig 19. századi nyomdákról tanultunk, azoknak a történetéről, abból nemrég vizsgáztam le, úgyhogy most nagyon élénken él a természetemben, az emlékezetemben, de ez is olyan, hogy túl kell ezen esni. Nem feltétlenül ezzel fogsz foglalkozni, mint könyvtáros, ez csak így hozzátartozik a szakhoz, hogy tudod a könyvtár és könyvkiadás és könyvnyomtatás történetét. Hát szerintem egyébként minden BTK-s szakon, mert ugye az informatikus könyvtáros is BTK-s szak, van valamilyen féle kommunikációs óra. Nekünk is van. Nyilván ezt tudom azzal igazolni, hogy mármint, hogy azt, hogy miért van kommunikációs óra, hogy könyvtáros vagy, oda bevennek az emberek, és velük kommunikálni kell, még hogyha egy antiszociális állat is vagy, akkor is muszáj, mert ez a dolgod, hogy segíts nekik megtalálni könyveket, amiket keresnek. Úgyhogy ilyen óráink is vannak. És hát nyilván van egy ilyen informatikus a nevében, ami pedig azt takarja, hogy tanulsz informatikai alapismereteket. Ez egy középszintű infoérettségitől könnyebb óra volt szerintem, vagy hát, hogy attól nem feltétlen volt ugyanannyi tudásanyag benne, ilyen nagyon alap Excel és Excel táblázatot vettünk, meg ilyen nagyon alap dolgokat a számítógéppel kapcsolatban, szóval nem volt egy túl bonyolult kurzus, főleg azután, hogy nekem van egy infoérettségim, úgyhogy. És akkor második fél év végén jön az, második fél évben jön az a rész, hogy neked szakirányt kell választanod. Mert ugye vannak ilyenek, hogy minorra mész, az ugye még plusz 50 kredit, vagy szakirányra mész, az plusz 50 kredit. Na most informatikus könyvtáros szakon nekünk Szegeden kétféle szakirányunk van most. Nem tudom már
azt hiszem az Eltén is kettőt mondtak, de hogy mi volt ez a kettő? Tudom, hogy a szegediek jobban tetszettek, azért is választottam még a Szegedet. Konkrétan szakirány szerint tudsz menni a könyvtárosabbik része felé, vagy tudsz menni az infósabb része felé. Szóval dönthetsz, hogy melyik érdekel jobban, echte könyvtáros, vagy inkább informatikus. Én alapjáraton, amikor én jelentkeztem Szegedre, akkor a honlapon meg mindenhol volt egy ilyen kiadói ismeretek szakirány. Ami mint kiderült nincs, nem indítják csak annyi a helyzet, viszont az infós irányba meg szívesen elmentem, mert úgy voltam vele, hogy az érdekel meg, szeretem az infót, tehát hogy azzal nincs problémám. És akkor úgy van, hogy a könyvtáros szakirány az az általános és iskolai könyvtáros, az infós pedig a tartalom szolgáltatói szakirány. És én ezen vagyok, úgyhogy erre tudok beszélni. Ezeket az órákat tudom, mert nekem nem is mutatja a Neptun a többit. Ez, hogy én elorientálódtam az informatikus része felé a dolognak, ez annyit jelent, hogy van fél évenként 3 darab órám, ami ehhez a specializációhoz tartozik. Most ebben a fél évben volt egy ilyen Unix-Linux operációs rendszer kezelés, bevezetés órám. Aztán volt egy adatbázis kezelés, ilyen bevezetés az adatbázis kezelésbe. Az is ilyen Excel, Axis, meg hogy amúgy hogy néz ki az, hogy adatbázisok. Ami még olyan, ez egyébként volt nekünk a második fél évben is, amikor még nem szakirányoztunk, az a weblapszerkesztés. Tehát nekem volt egy weblapszerkesztés órán második fél évben, és volt most is egy harmadik fél évben. És esküszöm, hogy ez az egyik óra, amit a leghasznosabbnak tartok, mert én jelenleg már tudok HTML kódokból nulláról egy honlapot összedobni, amire én speciál magamra hihetetlenül büszke vagyok ezért, mert még jól is nézett ki, ami beadandóm van, úgyhogy már ennyit tudok, tehát már ezért megérte nekem informatikus könyvtáros szakon lennem, hogy össze tudok tenni egy honlapot, és nem is egy ilyen atomgagyi honlapot, és nem kellett egy informatikai képzésen, mármint ugye TTIK-es informatikai képzésen, hogy mondjam szépen, szóval könnyebben oda jutottam, hogy tudok egy honlapot csinálni, mint mondjuk kevesebbet kellett szenvednem érte. Mármint ahogy én elnézem az infósokat. Hegelden például. Igazából szerintem körülbelül ezek az alapjai a dolognak. Ugye minden óra mellett még az van, hogy van egy viszonylag magas gyakorlatszám, amit teljesíteni kell, de ezt nálunk intézi nekünk igazából a tanszékünk, ami... Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék. Körhinta magyarul. És ez egyébként egy kis tanszék, és a könyvtárinfószak, vagy infokönyvtárszak meg kis létszám, tehát azt hiszem, hogy valamilyen 21-22 emberre van hirdetve az egész. És ja, mi is annyian vagyunk, plusz levelezősök, mert van belőle Szegeden levelezős verzió is. Szóval körülbelül így néz ki az, amit én tanulok. Nem tudom, hogy sikerült-e valamennyire ezt föltárnom. Szóval most ott vagyok, hogy a felén túl vagyok, és én a második fele, és konkrétan össze már szakdolgát írok, ami így... Összegezve ezt a másfél évnyi tapasztalatot így Covid idején is, én megszerettem, de meg nem csalódtam abban, hogy idejöttem, tehát jó volt a megérzésem azzal kapcsolatban, hogy ezt nem fogom utálni, ezt a szakot. Szeretem ezt a szakot, meg amúgy el tudom magam képzelni ebben a környezetben, főleg így, hogy már az infósabb dolgokat is tudom, mert azt úgy gondolom, hogy az még sokkal hasznosabb lesz, mint az eredeti könyvtáros ambícióim. Tényleg most már össze tudok dobni egy honlapot, úgyhogy én már teljesen happy vagyok ezzel a képzéssel. Az, hogy én ezt az egészet megszerettem, ezt az egész egyetemen vagyok szituációt, az abszolút a barátaimnak is köszönhető, akikkel a csoporton belül jobban vagyok, mert esküszöm, én nélkülök egyébként nem tudtam volna túlélni ezt a 3,5 évet, mert én emlékszem az első héten az, hogy én másfél évnyi egyetemen túl legyek, elképzelhetetlen volt. Tehát én amikor ebbe belegondoltam, azt hittem sosem jutok el ide. Kettőt pislogtam és itt vagyok, úgyhogy durva. Szóval ez kb. Az én tapasztalatom az informatikus könyvtáros szakkal, de hogyha esetleg van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban, hogy valami specifikusabb, mert itt tényleg elég általánosításban próbáltam elmondani olyan dolgokat, ami szerintem más egyetemeken is valószínűleg van ezen a szakon, az akkor nyugodtan kérdezzen kommentben. Azt például már tudom, hogy az utánam jövő mostani elsősök, ők, nekik már egy csomó órájuk kicsit máshogy nézett ki, meg más volt, mint nekem. Mert ugye ez nyilván évről évre azért valamennyire változik. Pontokon például tudom, hogy van egy órájuk, amire én azt hittem megbukott, nekik meg egyáltalán nincsen, úgyhogy amiatt mérges is vagyok az elsősökre. Na mindegy, szóval igen.
Szóval kérdezzetek nyugodtan aztán, hogyha tudok, akkor válaszolok rá. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozottok fel a csatornára. Sziasztok, találkozunk a következő alkalommal.